kedves barátaink, dolgozó magyar testvéreink, mint az bizonyára mindenki előtt világos és egyre jobban érzékeljük, hogy Magyarországon rendkívül nehéz, válságos időszak alakult ki. A magyarok 34%-a most már kénytelen másodállást vállalni azért, hogy a magas infláció miatt meg tudjon élni, de egy másik felmérés azt mutatja, hogy a magyar dolgozók 80%-a egyenesen utálja a munkahelyét. Ennek bizony komoly okai vannak, mégpedig az, amelyek már évtizedek óta métejezik a magyarok életét, a gyenge fizetések, a rossz munkakörülmények, a gyenge szakszervezetiség, dolgozói érdekképviselet. Ezért ezekben az időkben összefogásra van szükség, ezért a Mi Hazánk mozgalom a zászlajára tűzte, hogy együtt a magyar dolgozókkal vívja ki azokat a jogokat, amelyek neki járnak, és ezért országszerte tartunk munkaügyi fórumokat, ezekre hívunk minden érdeklődőt. Ilyen fórum lesz május 18-án 6 órai kezdettel Esztergomban, a Simor János utca 6 szám alatt, majd május 27-én Kecskeméten, a Jász utca 32 szám alatt 14 órai kezdettel, ahol ott lesz egyébként dr. Fiszter Zsuzsanna is, úgyhogy a végrehajtó maffiáról is hallhatnak a kedves érdeklődők, majd pedig június 6-án Tatabányán 17 óra 30-kor a Táncsics Mihály út 61 szám alatt várjuk az érdeklődőket. Jelszavunk munka és megbecsülés, ennek szellemébe hívunk és várunk mindenkit az előbb elmondott fórumainkra.